ahogy említettem, ez egy különleges alkalom. Különleges alkalma az évnek, mert csoportos keresztelésre kerül sor, ezért ige hirdetésem alapigéje a már megszokott rendszerint ilyenkor a csoportos kereszteléshez kapcsolódik, vagyis a kereszteléshez. Máté evangéliuma 28. részéből, a 18. verstől a 20. versig olvasom Istennek írott igéjét. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Szeretett testvéreim, kedves szülők, kedves keresztszülők! A feltámadott Jézus Krisztus most felolvasott szavai és parancsa alapján keresztelünk. Ma ezen az Isten tiszteleten, az ige hirdetésemen belül kimondottan a keresztelésről szeretnék szólni. Legfőképpen azoknak, akik most először vannak itt, mert gyermeküket hozták el, mert ők maguk is szeretnének felnőttként megkeresztelkedni, de nem utolsó sorban magunknak is, akik már ezen túl vagyunk. Nekünk is jó feleleveníteni, hogy mit is jelent a keresztség, a keresztelés. Ahogy az első mondatban mondtam, Jézus kérte, parancsolta a tanítványainak, hogy menjetek el, és mindenkit, akit csak lehet, aki hajlandó, tegyetek tanítvánnyá. Kereszteljétek meg. Ehhez a parancsolathoz üdvösséges ígéretet fűzött a mi Urunk. Mint amikor egy dokumentumot pecséttel erősítenek meg. Ennek az ígéretnek a valóságát látható, érzékelhető külső jeggyel, a tiszta vízzel is kifejezővé tette számunkra az Úr. Egy jelet mutatott. Mert ugye mi emberek olyanok vagyunk, hogy muszáj valamit látnunk, kezünkbe fogni, hogy azután tudjunk menni, hogy tudjunk hinni benne. Ezért ezt a bibliai szakaszt a keresztség sákramentuma szereztetési igéjének is nevezzük. Erre az igére alapozva szeretnék pár szóban rámutatni arra, hogy mi történik most, amikor gyermekeket és felnőtteket keresztelünk, illetve hogyan értsük ezt a cselekményt. A keresztelés előtt, vagyis most itt a templomban, az Isten tiszteleten, az ige magyarázatban bővebben is felvillan, hogy mi a keresztelés. Miért kell nekünk engedelmeskednünk Krisztus parancsának, és mi a hozadéka annak, hogy mi meg vagyunk keresztelve. Hogy mennyire szeret bennünket az Úr a keresztelés által, ha mi magunkra vesszük. Most azonban személyesen hozzátok szól, szeretett testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, hozzátok szól személyesen az ige üzenete. És ezen keresztül a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus szól hozzátok. Először is, szeretett testvéreim, itt most kifejezzük ezen az Isten tiszteleti alkalmon, és itt a keresztelés alkalmával is kifejezzük az élő Isten iránti hálánkat. Jézus Krisztus tudta, hogy neki mennyi minden adatot. Ő tisztában volt vele, mert ezt sokszor el is mondta. És a felolvasott igénkben is elmondta, azt mondja Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom.
Jézus Krisztus tudta, hogy minden hatóságot kapott az Atyától, öröktől fogva, mindörökké. Mi emberek vagyunk, mi nem vagyunk Istenek. Nem vagyunk mindenhatók. De hitben járva tudjuk, hogy mennyi mindent kaptunk mi is az Istentől. Mert mindenünk, amink van, azt ő tőle kaptuk. Nem a saját magunk erejéből, hanem az Istentől kaptuk a képességeinket, a tehetségünket, a szorgalmunkat, a szeretetünket, mindazt, amivel rendelkezünk, Isten segítsége által tudtuk megszerezni. És most ezzel a hálával vagyunk itt, ezen a mai Isten tiszteleten. Hálás ez a gyülekezet, nagyon hálásak vagyunk mindannyian. Hálásak vagyunk, értetek, kedves szülők, kedves keresztszülők, nagyszülők. Hálásak vagyunk a szeretteitekért is. Hálásak vagyunk gyermekeitekért. És hálásak vagyunk most azokért a gyermekekért, akiket elhoztatok ide, hogy megkereszteljem őket. Hálásak vagyunk azokért, a déd szülőkért, akik ennek a gyülekezetnek hűséges, hitvalló tagjai voltak a legnehezebb időkben is. Ezzel a hálával vagytok itt ti is, megköszönve gyermekeiteket, a most megkeresztelendő gyermekeket, szeretteiket. Hálával vagytok itt az Isten színe előtt, és hiszem, hogy ott legbelül egy csendes percben, amikor volt ma időre, elmondtátok, hogy milyen hálásak vagytok, hogy eljöhettek ide az Isten házába, és ma megtörténhet ez a keresztelés.